az előtt, ha jól emlékszem, az estét azzal hagytuk abba, hogy vigyázzanak magukra, mi is megpróbáljuk. De tekintettel arra, hogy más televíziótársaság is közvetít a Szabadságtérről, a Magyar Televízió Székháza elől, a kollégák és a vezetők úgy döntöttek, hogy mi is megpróbálunk önöknek egy képet kínálni arról, hogy mi történik az MTV-ben. Pillanatnyilag ott tartunk, ha jól értem, hogy ha lehet, ha elképzelhető, hogy néhányan bejöttek a házba a tüntetők közül, ezek a képek, amiket most látnak, ezek a Magyar Televízió Székházának lezárását ábrázolják. A kollégáim azt írják, hogy több rendőr is megsérült, amikor a tömeg a Magyar Televízió épülete elé vonult, és kövekkel dobálták meg az épület védelmére korábban kirendelt kommandósokat. Este 9:30 után döntöttek úgy a szónokok, már mint a Kossuth téren, hogy a csoportot a TV épület elé küldenek, azért, hogy beszéljenek az MTV vezetőivel. A rendőrök egy 100 speciális alakulatot küldtek a közszolgálati televízió védelmére azért, hogy elzárják az utat a demonstrálók elől, hogy ez egyelőre így sikerül, ahogy látják és hallják. Többen kövekkel és kukákkal dobálták a főbejárat ajtaját, és be is törték az üvegajtót, ezért láttuk most ezt az árat. A rendőrök könnygázzal kényszerítették hátrálásra a tüntetőket. Adásunk idején is a kollégák beszélése szerint talán több ezer fős tömeg is demonstrál a televízió épülete előtt. Következik Sólyom László, ha jól értem. Az utóbbi órákban sokféle címen cselekvésre hívták fel a köztársasági elnököt. Tisztázni kívánom, hogy a köztársasági elnöknek az alkotmány erre a helyzetre nem ad közjogi beavatkozási lehetőséget. Fontos hangsúlyozni, hogy a miniszterelnök és a kormány nem a köztársasági elnöknek felelős, hanem az országgyűlésnek. A most kialakult helyzet újdonsága, hogy a demokrácia morális alapjainak kérdése minden korábbinál élesebben lett a közbeszéd fő témája. Ebben a vitában a köztársasági elnöknek kötelessége tisztázó szándékkal megszólalnia. A demokrácia és az alkotmányos jogállam működése nem korlátozódhat a jogszabályok betartására. Alapvető erkölcsi normák betartása is szükséges. A tegnapi hír morális válságot okozott Magyarországon. A miniszterelnök reakciói ezt a válságot fokozták, mert személyes felelősségét összemosta az utóbbi 16 év politikájának értékelésével. Semmilyen cél nem igazolhatja, hogy bárki a demokráciába vetett bizalmat kockáztassa, még kevésbé, hogy ez tudatosan, sőt büszkén tegye. Ennek nyilvános elismerését várom a kormányfőtől. Köszönöm. Igyekszünk önöket folyamatosan tájékoztatni arról, hogy mi zajlik az MTV székházak körül, esetleg az MTV-ben, bár reméljük ott nem. És ezen közben, amíg ezek az anyagok meg a kollégáink készülnek, és az anyagok készülnek, a kollégák dolgoznak, áttekintjük a napot. Amit most láttak, az Sólyom László volt, a Magyar Köztársaság államfője, köztársasági elnök, egy ma déli nyilatkozata, amelynek az a lényege, hogy nem szólította föl Gyurcsány Ferencet lemondása ugyan, de felszólította arra, hogy kérjen bocsánatot, és azt is mondta, hogy morális válság van. Következő ugyancsak korábbi, tehát mai napi korábbi anyag, hogy egyhangulag támogatja az MSZP képviselőcsoport a Gyurcsány Ferencet és a kormány politikáját. Rendben, Ildikó frakcióvezető szerint tovább kell folytatni a reformokat. A miniszterelnök az államfő állásfoglalására azt mondta, egyetért azzal, hogy a demokrácia helyreállítása a legfontosabb. A több órányi zárt ajtók mögött zajló egyeztetés után az MSZP frakcióvezetője azt mondta, a képviselőcsoport egyhangú szavazással áll ki a kormányfő mellett. Támogatjuk a kormány politikáját és az ezt megvalósító miniszterelnököt. A frakcióvezető azt mondta, folytatják a megkezdett reformokat és megőrzik a politikai stabilitást. A miniszterelnök elmondása szerint kétszer szólt hozzá a teremben zajló vitához. Gyurcsány Ferenc elsőként azt mondta a képviselőknek, hogy nem foglalkozik azzal, miként került nyilvánosságra a balatonöszödi frakciülésen készült hangfelvétel. Azért nem keresi a felelősöket, mert bízik a frakcióban. A vita végén pedig arról beszélt a szocialista képviselőknek, hogy a politikában is szükség van szemléletváltásra. Az államfői állásfoglalással kapcsolatban Gyurcsány Ferenc a Híradónak azt mondta, egyetért azzal, hogy a köztársasági elnök az egyéni felelősség fontosságát hangsúlyozta. Az elnök úr nyilatkozata
közjogi értelemben akkurátus és pontos. Egyetértek azzal, hogy a demokrácia intézményeinek, szabálynak, normáinak megerősítése és a közbizalom helyreállítása a legfontosabb. Egyetértek azzal, hogy ebben mindenkinek a maga felelőssége szerint kell cselekednie. A kormányfő úgy fogalmazott, a kabinet, valamint az MSZP felelőssége éppen abban áll, hogy felvállalja a fordulatot a politikában. Most láttak egy esti felvétel a miniszterelnökkel, az MSZP parlamenti frakciójának ülése után. Most pedig, ha jól értem, akkor tudunk telefonon beszélni Mózer Zoltán kollégámmal, aki ott van a Kossuth téren, meg egy telefonnal. Zoli, ott vagy? Jó estét! Halló, halló, jó estét kívánok! Sőt, nem csak telefon, képünk is van. Hát javulunk, igen. Nagyon-nagyon szaggatottan hallom a stúdió hangját, de hogyha minden igaz, akkor elmondom, hogy most itt a parlament előtt állunk a Kossuth téren. Itt egy kicsit már nyugodtabb a hangulat, mint mondjuk egy órával ezelőtt volt, és mint ahogy hallani, hogy ami a Szabadság téren történt. Itt körülbelül 1000 ember maradt még a tüntetők közül, és a szónokok nem győzik ismételgetni azt, hogy elhatárolódnak mindenféle erőszakos cselekménytől, és többször arra szólították fel azokat, akik a Szabadság téren voltak, hogy térjenek vissza ide, és itt csendesen, békésen demonstráljanak a parlament előtt. Persze néhány hangosabb megnyilvánulás azért itt is hallható. És még azt mondanám el, hogy körülbelül egy órával ezelőtt, amikor még az estébe telefonon tudtam bejelentkezni, nem sokkal azután, a bejelentkezés után egy traktor, illetve egy csapat tüntető érkezett errefelé a Fehérház felől. Bedöntöttek néhány fémkordont, és bedobtak néhány üveget a kordonon a kerítésen belülre, de ezen kívül más rendbontás nem történt. Zoli, itt hallasz a tüntetők engem? Tehát továbbra is békések. Zoli, hallasz engem most? Most de? Igen. Köszönöm szépen, szerencsénk van. Ha most körülnéze, hány embert láthat körülbelül? Ezt a kérdést viszont nem hallottam, elnézést kérem. Megismétlek kicsit lassabban, ha most körülnézel, hány embert látsz a Kossuth Lajos téren? A tüntetők szerintem körülbelül 1000-en lehetnek talán. Rendőrök is elég sokan vannak, 100-200 rohamrendőr minimum felsorakozott itt a Kossuth téren. A tüntetők megpróbálják, vagy megpróbálták a parlament épületét, magát az épületet megközelíteni? Kérdés végét ismét nem hallottam, csak azt, hogy a tüntetők megpróbálnak-e valamit. Itt arra próbálták buzdítani a többieket, hogy békésen demonstráljanak, és hogy a Szabadság téren lévők pedig térjenek ide vissza, és itt a puszta jelenlétükkel tüntessenek. Arról lehet-e tudni valamit, ahogy ott álltál és figyeltél és néztél, hogy hogyan kerültek azok az emberek a Szabadság tér az MTV székháza elő, akik idejöttek? Ez valami formális felszólítás eredménye volt? Igen, itt végül is ugye az volt a lényeg, és az a lényeg ennek a tüntetésnek, hogy bárki, aki szóhoz akart jutni, az felléphetett az emelvényre, és beszélhetett az emberekhez. És az egyik ilyen felszólítás eredménye volt ez. Emlékszel, hogy hogyan hangzott a felszólítás? Azt, hogy hogyan indult el az a csoportosulás, azt pontosan nem tudom. Jó, köszönöm szépen, megteszed, hogy ott maradsz még egy darabig, mert nem tudjuk, hogy ez az adás meddig fog tartani, és ha még bírod, akkor természetesen, hogy maradsz és figyelsz, amint jó? Bármi történik, vagy bármiről tudok beszámolni, akkor jelentkezem újra. Köszönöm szépen, vigyázz magadra. A Fidesz és a KDNP szerint Gyurcsány Ferenc nem kívánatos személy lett a magyar politikában. A két nagyobbik ellenzéki párt frakció vezetője ragaszkodna ahhoz, hogy a kormány mondjon le. Navracsis Tibor és Semmilyen Zsolt bejelentette, a mai nap anyagai és történéseit látják, hogy minden alkotmányos eszközt bevetnek a helyzet megoldására. Bővebben nem fejtették ki, hogy mit értenek ezen. Igaz, ugyanis később az este műsorában Navracsis Tibor elmondta, hogy a Fidesz frakcióban eldöntötték, hogy a holnapi keddi parlamenti vitanapra, igen, holnapi keddi parlamenti vitanapra nem megy el a Fidesz, hogy a KDNP, arról egyelőre nem volt szó. Ugyanakkor kijelentették mindketten, hogy példátlan a magyar demokrácia történetében,
hogy az államfő bocsánat kérésre szólítsa fel a miniszterelnököt. A Fidesz és a KDNP frakció vezetője az elnökségi ülés után, a sajtótájékoztató előtt. Az ellenzéki politikusok szerint válságba került a magyar demokrácia és a baloldal. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, a miniszterelnök ahelyett, hogy bocsánatot kérne a választóktól, megpróbálja besározni az egész politikusi garnitúrát. Gyurcsány Ferencen túlléptek az események. Gyurcsány Ferenc a jelenleg kialakult helyzetben nem a megoldás, hanem a probléma része. Gyurcsány Ferenc a magyar politika nem kívánatos személyévé vált. A két ellenzéki frakcióvezető többször megismételte, minden alkotmányos eszközt felhasználnak a helyzet megoldására, de hogy pontosan mire gondoltak, azt nem árulták el. Navracsics Tibor az elnökségi ülés után arra kért mindenkit a Fidesz frakcióból, hogy próbálja féken tartani az indulatokat, és ne üljön fel a kormányoldal részéről tervezett provokációknak. Az ellenzéki politikus, mint mondtam, szolidáris a tüntetőkkel, de szerintek komoly a veszélye annak, hogy a becsapott emberek spontán indulatai kezelhetetlenné válnak. Navracsics Tibor szerint példátlan a magyar demokrácia történetében, hogy a köztársasági elnök nyilvános bocsánatkérésre szólította fel a miniszterelnököt. Ez is esti felvétel volt, pontosabban vagy a Fidesz frakciólése, vagy a Fidesz elnökségülése után, láttak Navracsics Tibor. Most, ha jól értem, akkor telefonon tudunk beszélni Szabadfi Árpád úrral, aki a budapesti rendőrfőkapitány helyettese. Jó estét kívánok, Szabadfi úr, hall engem? Igen, de én nem vagyok a budapesti rendőrfőkapitány helyettese, hanem országos főkapitány helyettese vagyok. Kapufa, elnézését kérem, abból dolgozunk, amit mondanak a fülemre, ne haragudjon. Ön tud valamit hivatalosan mondani arról, hogy a magyar televíziónál mi történik? Halló, én nagyon rosszul hallom ön. Megpróbálom még egyszer kicsit hangosabban, bocsánatot kérek mindenkit, hogy kiabálok. Így jobban hall engem? Most talán jobban hallom, igen. Akkor lassan, tagoltan ordítok, de nem nagyon jó a beszédtechnikám. Szóval az a kérdés, hogy ön tud-e valamit mondani arról hivatalosan, hogy mi történik a Magyar Televízió székháza előtt? A Magyar Televízió székházánál a rendőrség észlelés és nyilván az önök észlelés alapján ott olyan erőszakos cselekmények kezdődtek, amelynek következtében a rendőrség ott intézkedni fog, és a rendőrség az erőszakos cselekményeket végrehajtókkal szemben fel fog lépni és intézkedni fog. Ezt tudom mondani, és különösen szeretném elmondani, hogy óvom a demonstrálókat attól, hogy akár az emberi élet, akár hagyontárgyak irányába erőszakos cselekményeket folytassanak. A rendőrség eddig kezelte és biztosította az eseményeket, de amikor ezeket a cselekményeket észleli, ennek a felszámolására intézkedik. Ez fog történni a televíziónál is. Meg tudná nekem mondani, hogy az önök megítélése szerint hány tüntető és hány rendőr van a Szabadság téren, az MTV székháza előtt vagy körül? Szabadság téren én nem bocsátkozok jóslásokba a létszámot illetően, a szükséges rendőri elő és a beavatkozó rendőri előre az intézkedés megtörtént, és erre a rendőrség a megfelelő lépéseket megteszi. Elképzelhető, hogy végül még, hogy azt kifejti, hogy amikor azt mondta, hogy erőszakos cselekmények történtek, hogy miről beszél, vagy miről van szó? Tapasztaljuk azt, hogy megdobálták a rendőrség észlelte, hogy megdobálták a székházat, illetőleg olyan üvegekkel dobálták meg néhány ablak betörőt, és illetőleg, hogyha az ott biztosító rendőri állományt támadás éri, akkor erre a rendőrség föl fog lépni. Erre intézkedtünk. Mi úgy látjuk, hogy az épületbe még nem jöttek be, ez stimmel ez az információ, mert egy bezárt stúdióból nézzük a képeket, amiket jó, kollégáim. Természetesen a tévé székházába oda a demonstrálók nem juthatnak be, és nem is fognak bejutni, hiszen az egy erőszakos cselekménynek számít, és ezzel kapcsolatosan a rendőrség minden lépését, minden intézkedését megteszi, hogy ez ne is következhessen be. Akkor még annyit engedje meg, hogy ugye a Kossuth téri tüntetésnek legalábbis az első óráiban, és azt hiszem, hogy mind mostanáig, mert most már 30-valahány órája tart ez a tüntetés a Kossuth téren, ugye a rendőrségnek az volt a politikája, hogy nem lép közbe, mert nincs is mire közbelépni, mert egy békés demonstráció van, amiről önök azt mondták, az önök vezetői,
hogy választási időszakban ez nem törvénytelen. Következésképp az a kérdés, hogy amennyiben ezek az erőszakos cselekmények megszűnnek, de nagyon sokan itt maradnak a televízió előtt, akkor önök csinálnak valamit, vagy pedig mindannyian várunk? Haló? Szép hosszú kérdés sikerült a levegőbe elmondanom. Igen. Most hall engem? Most újra hallom, igen. A dolog lényege, az volt a kérdés, most már csak a végét ismételném meg önnek, hogy amennyiben ezek az ön által erőszakos cselekményeknek minősített cselekmények megszűnnek, akkor a rendőrség vár, és mindenki vár, vagy pedig valamit terveznek? A rendőrség föl fog lépni azok az erőszakos cselekmények elkövetői irányába ezeknek, hogyha sikerül megállapítani, tehát a helyszíni intézkedést követően még pluszban sikerül megállapítani kilétét, velük szembe természetesen eljárás fogunk indítani, és erre a rendőrség intézkedni fog, és a rendőrség megteszi a szükséges szakmai lépéseket. Köszönöm szépen a segítséget, és bocsásson meg, hogy nem tudtuk pontosan az ön beosztását, legközelebb pótolni fogjuk. Jó éjszakát kívánok! Köszönöm. Köszönöm szépen! Nem tudom, hogy azok a képek, a kollégákat kérem, hogy mondják meg nekem, hogy amit előbb láttunk az MTV székháza elől, azok élő képek voltak, vagy korábban rögzített képek. Percekkel ezelőtt készült képek voltak, köszönöm szépen. Visszamegyünk olyan anyagokhoz, amiket már napközben készítettek a híradós kollégák. Vidéken és több városban tüntetéseken követelték, mondjuk országszerte Gyurcsány Ferenc lemondását. Miskolcon, Pécsett és Szegeden is több ezeren voltak a demonstrációkon. A tüntetők hasonló jelszavakat skandáltak, rendbontás nem történt. Kampány időszakban egyébként nem kell a politikai demonstrációkat előre bejelenteni, tehát összefoglaló Budapesten kívül. Győr főterén kora délután több százan követelték a miniszterelnök távozását. Az összegyűltekhez a MIÉP, a Vidékpárt és a 64 vármegye mozgalom képviselői szóltak. Miskolcon estére már több mint ezren tüntettek Gyurcsány Ferenc ellen. Az emberek a főtérről az MSZP székházához vonultak, ahol néhányan tépkedték a szocialisták választási plakátjait. Ezernél is többen gyűltek össze Szegeden is a városháza előtt. A tüntetők között megjelent Olá János, a Fidesz szegedi polgármester jelöltje is. Késő este már 3000-en tüntettek a városban. Pécs főterén is legalább 2000-en követelték Gyurcsány Ferenc távozását. A tüntetőkhöz a délutáni tandíj ellenes tüntetők közül is csatlakoztak. Ezt a műsort, bocsánat, van valaki a Kossuth téren? Kérdezem. Ja, hogy megnézzük azt, amit az este mutattunk már a Kossuth térről, tessék. Ismét több ezres a tömeg az országgyűlés épülete előtt. A több mint 24 órája tartó tüntetés résztvevői és szónokai folyamatosan a kormány lemondását követelik. A magyarság! A spontán demonstráció tegnap este 8 óra körül kezdődött. A miniszterelnök néhány hónappal ezelőtt rögzített, de csak most nyilvánosságra került beszéde miatt. Mik a hölgyek és szentek, vagy TNT? Rendszerváltást akarunk! Rendszerváltást akarunk! Ma reggelre néhány száz fősre olvadt a tömeg. Nappal leginkább a piknik hangulat volt a jellemző. Sokan jöttek gyerekekkel, és délelőtt már az árusok is megjelentek. Arra kérünk benneteket! Figyeljétek az öklünket! A rendezvénynek vezérszónoka nem volt. Mindenki elmondhatta a véleményét, ha ki tudta várni a sorát. Másfél hónappal ezelőtt írtam egy beszédet. Leírtam egy pár szót. A résztvevők egy része 1956-hoz hasonlította a kialakult helyzetet. Nem mindenki szereti a baloldali értékeket, csak még azt nem mondták meg mi van. Mert mi tudjuk, az akasztófa közele a megtöltött temető. Történelmi pillanat, amikor megint nagyját tehetjük a magyar.
A délutáni eső elálltával ismét egyre többen gyülekeztek a Kossuth tér 2-es szám előtt. Persze, 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 félnek. Ez millió, mint ahogy a Magyar Televízió is, és a Magyar Rádió is. A provokációra készül bizonyos politikai erő. Próbáltuk egy kapkodó ismételt áttekintést adni a mai nap eseményeiről részben. Részben láthatok képeket arról, hogy mi történik a Magyar Televízió szabadságtéri székháza körül. És ugye hát a nap eseményét azt határozta meg, hogy körülbelül vasárnap délután profi és szervezett munka eredményeképpen több médiumnak is egyidejileg birtokába került egy felvétel részlete, amely Gyurcsány Ferenc miniszterelnök május 26-i Balatonöszödön az MSZP frakció előtt elmondott beszédének egy része. Hogy mekkora része, azt egyelőre nem lehet tudni, hogy lesz a folytatása e pillanatban, azt se lehet tudni. Búcsúzunk önöktől olyan képekkel, amiket a szabadságtéren rögzítette kollégáim percekkel ezelőtt. Reméljük, hogy amikor legközelebb jelentkezik a híradó, amit most nem tudok megmondani önöknek, hogy pontosan mikor, akkor valamivel csendesebb és nyugodtabb képeket láthatnak. Vigyázzanak magukra, jó éjszakát kívánok, jön a Kultúrház!